méteres férfi mellúszás fináléjába a 8 résztvevő 2/10 belül van. Figyelik ott az időket jobb alul, hogy milyen időkkel jutottak be. Csupán 100 másodpercek a különbségek. Alexander Dahlön a 100 mell győztese, aki 2 évvel ezelőtt Eindhovenben ebben a számban is szerzett egy ezüstöt. Övé az egyes, aztán Tahirovics néhány századdal jobb idővel világbajnoki 7. helyezett. Majd jön Van Aggele, a 100 mell rövidpályás Európa bajnoka, itt csak 21. lett a hosszabbik távon. Világbajnoki 10. egyébként 50-en. És mellette a honfitársa Lennart Tekkelenburg, Európa bajnoki 6. és 100-on is itt 6. volt. De most szeretne nyilván előrébb lépni, a legjobb időt húzta a döntőben. Az olasz Fabio Scozzoli az 5-ös pályán, rövid pályás EB-n volt 4., és itt 100-on bronzérmet szerzett a magyar Gyertyánfi Tamás tanítványa. Még egy szlovén a döntőben, Damir Dugonjic, rövid pályás EB 10. helyezett. Aztán Barry Murphy, aki középdöntős volt tavaly a világbajnokságon, pedig eredetileg gyorsúszó, de hát ugye sprintről van szó, 50 mellett akár még egy gyorsúszó is végig tud úszni, nem akármilyen tempóban. És a román Dragos Agácselent a 8-ason, aki második az idei európai ranglistán, az Európa rekorder Henrik Feldvér mögött. Feldvér nincs itt, kicsúszott a döntőből. Tényleg nagyon szoros a mezőny. Az első és a 8. helyezett között 2/10 másodperc volt a középdöntőben. Ez most egy teljesen más verseny lesz, de legalább 8 esélyese van ennek a futamnak. Talán a 3-as pályán Van Aggele rajtolt a legjobban. Ugye középen lehet majd látni a két fehér sapkást, ez a két holland. Tényleg teljesen együtt mindenki, és itt akár még az egyesről is lehet nyerni, annyira szoros a mezőny. Most viszont a kettesen Emil Tahirovics egy hajszállal a többiek előtt. Egészen döbbenetes, milyen szoros. A középdöntőnek megfelelően izgalmas. Itt a döntő is teljesen együtt 8-an, és az 5-ös Scozzoli nyer Agácse és Tekkelenburg elől. 27-38. Fabio Scozzoli élete legjobbját ússza. Egy picit a sajátunk is ez az arany, hiszen mondtam róla, hogy Gyertyánfi Tamás az edzője. Ő tehát az Európa bajnok. 9 századdal előzi meg Dragos Agácsét. És most 6/10 belül volt az egész mezőny. Tekkelenburg és Dahlön között például 400 másodperc a különbség. Nagyjából az utolsó 5 méter döntött. Itt van a végeredmény. Scozzoli, Agácse a semmiből jöve szerez egy ezüstérmet. A világbajnokság.